Tehát arról szeretnék így elemélkedni, hogy mi volt az, ami engem a spektrumban megfogott, és végül is elindított az informatikusi pályán, ahogy úgy érzem, hogy azért viszonylag sikeres lettem, és hogy hogyan lehetne ugyanezt az élményt megadni a következő generációknak. Tehát, hogy egyrészt, hogy miben volt ez az élmény, és a másik pedig, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ma ahhoz, hogy egy kiskamaszt ugyanúgy motiváljunk, mint ahogy minket motiváltak a spektrumok és egyéb házi számítógépek. Tehát először is én úgy érzem, hogy az egyik olyan dolog, ami bármilyen eszköznek, vagy nem is eszköznek, hanem bármilyen tudásnak az elsajátítására motivál egy gyereket, az az, hogy valamire képes leszek, valamilyen szuperképességre teszek szert. Tehát például lehet látni, hogy mondjuk járnak gyerekek karateedzésre, vagy bicikliznek, ugye a biciklitől gyors leszek, a karatétől erős, az úszástól attól is fogok tudni vizet mozogni, aztán esetleg, akinek a gyereke vitorlázó repülthet, az valami egészen csodálatos érzés, hogy az ember szárnyal, mint a madár. És hát a számítógép az legalábbis számomra ezek közül magasan kiemelkedett azzal, hogy varázsolni lehet vele. Hogy szó szerint a semmiből lehet valamit csinálni. Hogy ilyen bűvös szavakat írok le, és akkor itt keletkeznek dolgok. Olyan dolgok, amikkel ugyanúgy lehet interaktálni, mint a valódi világnak az anyagi dolgaival. Tehát egyszerűen a számítógép megadta azt az élményt, hogy hogyha megértem ezeket a dolgokat, hogyha tudom ezt csinálni, akkor képes leszek varázsolni. És hát ez valami hihetetlenül vonzó. Tehát ez az, ami beszippant, ugyanúgy, mint ahogy azt, aki jár karate edzésre. A karate, vagy aki biciklizik, azt a biciklés, és a többi. Tehát ugyanígy az, hogy egy képességre teszünk szert, ez az egyik. A másik, hogy mi az, ami miatt nem unja meg a gyerek. Tehát ezt biztosan mindenki tapasztalta, hogyha abban a szerencsétlen helyzetbe kerül egy gyerek, hogy az iskolában lát először számítógépet, akkor egy életre megutálja, mert egyszerűen unalmas. És ugye az, ami gyerekkorban, felnőttkorban is fontos, ez bármilyen reklám szakember elmondhatja, de gyerekkorban különösen fontos az azonnali sikerélmény. Hogy ne az legyen, hogy nekem egy csomót kell tanulnom, meg egy csomót kell pötyögnöm ahhoz, hogy bármi történjen, amit szeretnék, hanem hogy kis, apró próbálkozás, sikerélmény. És ebből a szempontból az EX Spectrum egy egészen zseniális gép volt, mert úgy tűnik, hogy erre az azonnali sikerélményre erre többszörösen lehetőséget adott. Ugye a legelső dolog az, amiben egy mai számítógéptől különbözik, az ember áramot ad neki, és puff, már működik is, már meg is nyílt a csodálatos világba a portál, már írhatok dolgokat, már rajzolhatok. A másik, hogy adhatok neki parancsokat. Én azt mondom, hogy mint ahogy az előző előadásban, rajzol egy kört ide, és akkor rajzolt egy kört ide. Most ennek a Windowsnak, hogy mondjam meg, hogy rajzoljon kört. Tehát ez a másik dolog, hogy parancsokkal lehetett dolgokat csinálni. Viszont ugyanakkor volt egy... Szóval miért nem lehet egy mai gyereknek a kezébe a spektrumot adni? Tehát miért? Tehát ugye az lenne az egyszerű válasz, hogy hát a mi spektrumon tanultam, ugyan a következő generációs spektrumon. Hát működik, mert ugye vannak most már ilyen klónok. Ugye a legelső probléma az a spektrummal, hogy ahhoz, hogy betöltsünk valamit, vagy kimentsünk valamit, egy csomót kell várni. Tehát ebből a szempontból rossz. És szerintem például ez az a szűrő, ami sokan elhullottak. Tehát például belőlem informatikus lett, de voltak olyanok, én tudom, hogy voltak osztálytársaim, meg barátaim, akiknek nem okozott azonnali sikerélményt a számítógép, egyszerűen azért, mert a betöltésnek, meg a kimentésnek az idejét nem bírták végig várni. Tehát ebből a szempontból például az a Divamount szépen, hogy szucs, az nekem nagyon mozgatja a fantáziámat, mert azonnal is sikerelmény tud adni. Nekem is mozgatja, hogy mész arra. Igen. Tehát ezt a fő hibáját a spektrumnak kijavítja. A másik dolog, ami a spektrumban vonzó volt, és ma már nem annyira vonzó, az az, hogy voltak rajta játékok, amikkel jó volt játszani,
de nem voltak ilyen csillagászati távolságban. Tehát, hogyha az ember megnéz mondjuk egy Manic Miner, akkor úgy el tudja képzelni, hogy hát ilyet még én is meg tudom tanulni csinálni, mert hát először is egy ember csinálta, tudjuk. Másrészt pedig, hogy semmi természet feletti nincs benne. Tehát, hogy látjuk azt, hogy mikből áll, és először basicbe elkezdünk pötyögni, rá fogunk jönni, hogy lassú a basic, de ilyen mozgó bigyókat, meg leeső embereket, meg gombokra reagáló emberkéket tudunk mi is írni, és nem tűnik végtelenül távolinak a cél, viszont vonzónak tűnik. Na most az a probléma, hogy a ma mobiltelefonon elérhető játékokhoz képest bármilyen spektrumos játék egyszerűen csapnivalóan romlik. És emiatt valószínűleg, ezt nem tudom, erre kíváncsi vagyok, de nekem az a tippem, hogy egy mai gyereket egyszerűen nem motivál az, hogy spektrumon játékot tudjon írni. Vagy legalábbis nem motivál eléggé. Ebben nem vagyok biztos, nem tudom, van valakinek tapasztalata ezzel? Gyereket engedtetek már oda spektrumhoz játszani, élveztek? Oda többséget, igenis. És élveztek? És élveztek. De akkor azt mondod, hogy a nem lehet ugrás közben mondjuk visszafordulni, meg ilyen mondat van, amit a mai játékokban. Hát ezt ki tudja elvitani, tehát olyan játékot tud írni, ahol lehet forrognak. A grafika a frusztrálja. Igen, grafika a frusztrálja. Jó, szeret rajzolni, meg ezt tanulja, de nem áll neki screeneket csinálni, tehát kérem rá, hogy nem tudom, hogy motiválni. Ad be, nem tudom, melyik demoszi, partiga is, vagy játsz valamit, de nem áll neki, mert ez az. Nekem azt tapasztalatom, hogy kisebb, tehát olyan alacsonyabb gyerekek, ők valahogy még jobban élvezik az ilyen spektrum szintű játékokat, valahogy mint hogyha a képzelő erejüket hajlandóbbak lennének használni, hogy ott a csácsogó WC-csész és hoz WC-s, mit tudom én, viszont a nagyobb gyerekek, akinek az inger küszöbük már megemelkedett a mostani pixeláradattól, odarakom a spektrum elé a 12 éve a gyereket, és így megrántja a belet, azt mondja, és mi ez? Miért? Miért játszanék én? Nem. A kisgyerek, az 5 éves gyerek elfutyog a bármilyen játékkal, amit betöltök, és játszik. Illetve van még egy baj a spektrumnak, amit gyerekként nem vettem észre, viszont rendőrként zavar, és nekem ugyan nincs gyerekem, de remélem, hogy lesz, és meg szeretném úgyni ettől a gyerekemet. Ez pedig, amit én úgy nevezem, hogy az igazi programozó mentális csapdája. Tehát van egy ilyen pejoratív kifejezés, hogy igazi programozó, nem tudom, ismeri valaki, hogy mi az az igazi programozó pejoratív értelemben? Tehát az igazi programozó az egy olyan valaki, aki annyira töviről hegyire apró részleteiben ismeri a gépet, hogy így ki tudja használni a mindenféle trükkösen a tulajdonságait, és ilyen nagyon, nagyon kioptimalizált, nagyon alacsony szintű kódot ír, amivel a gépnek a lehetőségeit nem hogy kihasználja, hanem olyan lehetőségeket használ ki, tehát a tervezője se látott bele a gépbe. És az a baj, hogy ugyanaz, amiről mondtam, hogy megfogja a gyereket, hogy varázsolni lehet, ugyanígy ebben az irányban nagyon könnyű elmenni. Tehát én például, és engem például, tehát velem ez meg is történt. Tehát én, tudom én, 12 éves koromban tudtam az összes Z80 utasításról, hogy hány óraciklus, tudtam azt, hogy a spektrum 224 óraciklus alatt rajzol egy sort, tudtam azt, hogy mi van a 255-ös sporton, hogyha olvasunk róla. Mert tehát itt tövéről egyre kiismertem a spektrumot, egyszerűen azért, és egy olyan programozási stílus vettem föl, aminek van két, tehát az igazi programozó stílus, ennek két nagyon nagy baja van. Az egyik az az, hogy ez egy abszolút nem hosszú távú tudás, tehát igazándiból az, amit én az E80-ról tudok, hát ilyen nagy tornaként persze jó volt, mert utána a 68000-es, meg a 3-at, meg ezeket könnyen meg tudtam tanulni, de ettől függetlenül ez egy csomó fölösleges tudás igazándiból. És a másik probléma, még ennél is sokkal-sokkal nagyobb, hogy azt, aki ilyen stílusban programozik, azzal nem lehet együtt dolgozni. Tehát közösen két ember így nem tud programot írni. Csapatban dolgozni így nem lehet. Tehát nekem magamat erről a programozási stílusról olyan 20 éves koromban le kellett magamat nevelni róla, hogy hogy kell érthető programot írni, hogy kell olvasható programot írni, hogy kell egyáltalán az olvashatóság és a hatékonyság közötti, hogy mondjam, egyensúlyt megtalálni úgy, hogy együtt tudjunk csinálni valami olyat, amire egy ember egyszerűen nem képes.
Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen csapda. És a másik probléma, az pedig a basic. Hogy egyfelől a basic egy zseniális nyelv. Tehát most például úgy tudom, hogy az a aktuális állapota az oktatási rendszernek, hogy Javát tanít, előtte Pascalt tanított, és mind a kettővel az a baj, hogy egy csomó ember kiszólódik, csomó gyerek kiszólódik rajta, pont azért, mert egyszerűen mire eljutsz oda, hogy kiírjuk, hogy Hello World, az alatt egy félképpen nőtt el a kergépelmét. Tehát a basic az abból a szempontból egy tök jó nyelv, hogy lehet benne parancsokat adni, és ugyanazokból a parancsokból, amikből parancsokat lehet adni, lehet programot írni. Tehát, hogy nem volt különbség a shell script, meg a program, meg ezek között. Viszont ugyanakkor meg a basic egy szörnyű nyelv, mert pontosan azért, hogy ha hatékonyan akar benne programozni az ember, akkor spagetti kódot ír. Tehát egyszerűen Spectrum basicben írt kódok, hát még ezek, amiket mutattam, ezeket próbáltam nagyon érthetőre megírni, de ezek is elég olvashatatlanok, hanem ezek is olyanok, hogy így magyarázni kell, hogy nem látszik rögtön, hogy mit csinál. És hát egy bonyolultabb program az egészen katasztrofálisan néz ki, és pont ugyanez a probléma, hogy ha basicben tanul a gyerek, akkor megtanul egy csomó olyan dolgot, amiről utána le kell magát nevelni. És hát itt is egy csomó mindenek gondolkodtam, hogy mi lenne a jó nyelv, meg mi lenne a jó gép. Tehát az én gyerekemnek az álomgépe, az egyrészt tudná azt, hogy azonnal is sikerélményt ad, tehát bekapcsolom és működik, lehet neki parancsokat adni, könnyű benne egyszerű programokat írni, élvezhető játékok vannak rajta, de ezek a játékok olyanok, hogy azért nincsenek teljesen elérhetetlen távolságban. Tehát például mondjuk egy konzolos játékot, azt egy csomó ember ír, azt nem egy ember írja, és az teljesen reménytelen. Tehát egy gyerek az így ránéz, és már ott feladja, hogy egy ilyet soha nem fogok tudni csinálni. Tehát valószínűleg a modernizált Spectrum az továbbra se jó. A Spectrum Next, nem tudom, ki ha tegye fel a kezét, aki a Spectrum Next-ről hallott. Na látom azért elég sokan. Tehát nekem az eléggé megmozgatta a fantáziámat, mert annak már elég szép a grafikája. Tehát bizonyos játékokat, hogyha meg lennének ráírva, mint ahogy nincsenek, és valószínűleg nem is lesznek, ezért sajnos még az se jó. És ugyanakkor a Spectrum Next mutatja meg azt, hogy tehát a Spectrum az egy olyan gép, amit teljes egészében többiről egyre meg lehet érteni. Tehát egy 18 éves gyerek, vagy egy 16 éves gyerek el tud jutni a Spectrum arra a szintre, hogy egyszerűen ezzel a géppel kapcsolatban minden kérdésre tud válaszolni. Érti a hardware-t, érti a gépi kódot, minden marhasságot tud. Tehát teljes mértékben megismerhető. Ez a laptop, ez olyan mértékig nem megismerhető, nem hogy egy gyerek által, hanem bármelyik ember, aki ennek a laptopnak a tervezésében részt vett, az se érti az egészet. Tehát ez egy annyira komplex rendszer, hogy egyszerűen teljesen reménytelen az egészet megérteni. És szerintem ebben a kérdésben, hogy mennyit érdek, és ugye ez is frusztrált, ez is olyan dolog, hogyha én akarok valamivel alkotni, akkor nem szeretném azt, hogy már előre lássam, hogy az univerzumoknak vannak elérhetetlen pontjai, ahol soha nem fogok felnőni. És én azt gondolom, hogy valószínűleg ezen a téren a jó kompromisszum az az Android. Az Android az egy olyan operációs rendszer, ami egyrészt a legelterjedtebb operációs rendszer, mindenkinek a zsebében van belőle. Vannak rá egyszerű élvezhető játékok, amiket egy ember írt, nem is kevés. A probléma az, hogy az Android az nem úgy néz ki, mint egy általános célú számítógép. Például, ami nekem az Androidból a legjobban hiányzik, az egy olyan fejlesztőrendszer, hogy magán az Androidon tudjam Android játékot írni. De ez egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni. Tehát szerintem mostani munkámat befejezem onnantól kezdve, addig, amíg mondjuk 7-8 éves lesz a gyerekem, amikor már el lehet kezdeni informatikával foglalkozni,
ennyi idő van arra, hogy készítsek egy olyan fejlesztőrendszert, ami Androidon fut, és androidos játékot lehet írni vele. Ez ilyen elérhető dolog, tehát ezt meg lehet csinálni. És a kérdés az, hogy milyen programnyelvet használjuk. Na most maga az Android, az Java-t használ, és szerintem a Java az nem egy jó nyelv. Annak ellenére, hogy a Java-t a szoktatási célra találták ki, hát az egyik baj az, hogy félképernyőt tele kell írni ahhoz, hogy bármi történjen, Androidon meg pláne, mert ugye az androidos alkalmazás az nem is olyan, mint egy sima Java alkalmazás, tehát az nem te futtatod a Java alkalmazást, hanem írsz egy programot, amit majd az Android valahogy furcsán elindít, ráadásul többféleképpen is tudja indítani, mert attól függ, hogy most te nyomtál rá az ikonra, vagy előhoztad hátulról, vagy mit tudom én. Tehát ilyenekkel kell foglalkozni, és ezen is szerintem egy csomó nálunknak. Én két programnyelvet ismerek, amit egyrészt merek gyerekkezével adni, másrészt viszont eléggé hatékony. Ez a Python és a Lua. Nem tudom. Python és a Lua. A Lua az egy Brazíliában, a Rio-i egyetemen találták ki, és egyébként a Lua az nekem szimpatikusabb, mint a Python. Elmondom miért. Először is a Lua az egy olyan script nyelv, amiről talán nem sokan tudják, de tehát a játékiparban az egyik legelterjedtebb nyelv arra, hogy az ilyen számítógép által irányított játékosoknak a scriptjeit abba szokták írni. Tehát ezek az ilyen kis mesterséges intelligenciák, hogy a gép az, hogy játszik ellenünk, azt általában Lua-ba szokták megírni. És másrészt a Lua az valami eszerezhető primitív. Tehát a Lua az majdnem olyan, mint a Basic, hogy ilyen nagyon kevés kulcsszó van benne, nagyon egyszerű, nyilvánvaló a szintaxisa, viszont ugyanakkor nagyon mély nyelv abban az értelemben, hogy olyan, mint a Lisp, tehát funkcionálisan lehet benne programozni, ha az ember akar. Tehát a függvény az egy ilyen elsőrangú dolog benne, hogy egy változónak lehet értéket adni, ami egy függvény, és akkor, hogyha ezt a változót meghívom paraméterekkel, akkor végre adódik az a függvény, és ha lecserélem a függvényt, akkor ugyanaz a hívás, az mást fog csinálni, attól függően, hogy annak a változónak éppen mi az értéke, tehát ilyen mélységű dolgokat lehet benne csinálni. És például nincs is benne, tehát nem objektumorientált magától, de lehet benne objektumorientáltan is programozni, egyszerűen, mert olyan struktúrák vannak benne, hogy a virtuális metódus táblát azt meg lehet benne írni kézzel, és vannak benne ilyen szintaktikus dolgok, hogyha ponttal után megírok valamit egy változónak, akkor az a virtuális metódus táblából meghívja az olyan nevű dolgot. Ez csak egy ilyen shortcut, de úgy néz ki, mintha objektumorientáltan programoznék. És tényleg ezt csináljuk. És egyébként van is Androidra Lua. Sőt, ami a legjobb, az az, hogy van egy csomó játék, amit ebben a Lua nyelvben írtak, például az Angry Birds. Tehát az Angry Birds játékot azt egy olyan fejlesztőrendszerbe írták, amely Lua nyelvről fordít Android alkalmazást, csak az a probléma, hogy maga ez a fejlesztőrendszer az nem Androidon fut. De ezt meg lehet írni Androidra, szerintem. Ez miért lenne ilyen nagy követelmény, hogy Androidon fusson az a... Hát mert a saját gépedet, tehát a Spectrumban az volt a zseniális, hogy a Spectrumon lehetett Spectrum játékot fejleszteni. Hogy volt a gyereknek egy saját gépe, amin ő tudott pötyögni, és akkor, hogyha láttam egy olyan játékot, ami nekem tetszett, akkor rögtön ott a saját gépemen tudtam dolgozni, mint ahogy nem kell az otthonnak a PC-t elkérni, mert nem tudom én. Tehát szerintem az egy jó dolog, hogy egy kütyű, és akkor tessék, igen. És ott el lehet kezdeni. Igen. Tehát szerintem egy androidos tablet, egy USB-s vagy egy Bluetooth-os billentyűzettel valahogy azt tudhatja megadni azt az élményt, amit a Spectrum adott nekünk. Én valahogy így láttam, és nem tudom, ti ebben mit láttok, vagy mit gondoltok erről, de szerintem itt van az, hogy még elérhető távolságban vannak a játékok, tehát hogyha megnézzük még akár egy Angry Birds-ot is, abban sincs semmi olyan, ami... Tehát nincsenek benne durva 3D effektek, nincsen benne annyi grafika, amennyit az életben nem rajzol meg egy gyerek. Tehát ilyen elérhető dolgok vannak benne. Lehet az zeneszerkesztőt csinálni, rajzoló programoknak, a sprite-okat rajzolhatnak magának a gyerek. Tehát én valahol úgy látom, hogy valahogy ebben az irányban van az, ahol egy mai gyerek meg tudja kapni azt az élményt, amit nekünk a Spectrum adott. Igen? Pálytoztam, nem is tapasztalatom, hogy tudom, hogy az Androidos pálytoztam. Aha.
Igen, tehát a Python és meg a Lua is ebből a szempontból jó, hogy mind a kettőnek van parancsora, és a parancsban ugyanaz lehet, ami van utasításban. Tehát van ilyen, hát ezt úgy hívják, hogy a URL ciklus, tehát print, evaluate, print, loop. A Python az egyébként hasonlít, tehát hasonlóan jó, sőt lehet, hogy az a jobb. A Pythonnak egy baja van számomra, hogy a Python az egy nagyon nagy runtime-ot igényel. Tehát ahhoz, hogy Python egyáltalán elindíts, ahhoz szükség van egy hatalmas, egy csomó bináris nem minden nyavajára. Tehát a Python az egy nehézségű nyelv. Tehát például egyszerű hardvereken nem is nincs is Python. Tehát mondjuk egy Wi-Fi routeren nem tudsz Python-ban programozni. Lua-ba tudsz. Tehát Lua-t azt meg Spectrumra is lehet írni. Python Spectrumra írni nem lehet esélytelen. De lehet, hogy a Python is jó. Tehát én ebből azt várom, hogy az Androidban viszonylag jól megvan húzva az a határ, ami alatt a gép változhat, és az a programozók nem kell, hogy érdekelje. Tehát ahhoz, hogy az ember Android játékot írjon, ahhoz nem kell tudni azt, hogy működik a GPU. Mert az majd gyors, tehát az majd megoldja nekem azt, hogy gyorsabban kirakódjanak a sprite-ként, de az engem nem kell, hogy érdekeljen, és nem is fog érdekelni. Tehát ez egy bizonyos értelemben hosszú távú tudás, és úgy gondolom, én arra tippelem, hogy az Android az az évtizedek előtt van. Tehát ugyanúgy, hogy a PC az évtizedekig volt a számítógép, most az Android az szerintem még egy pár évtizedekre marad a egy operációs rendszer. Biztos lesznek új verziói, új képességei, de az, amit az ember Androidban tanul, az hosszú távú tudás lesz, aminál még nem is megkönnyezik benne. Teljesen egyetértek, hogy ezt, amit elmondtál, egy nagyon jó téma. Engem is foglalkoztatott ez, hogy hogyan lehet motiválni a fiatalokat, meg ebbe az irányba által, és ezen gondolkoztam, sokat úgy, hogy ezért ültem neki. Egyet is értek a meglátásaiddal. Talán egy dolog, amiben gondolkoztam, hogy ugye arra füstett föl, hogy a mostani gépeken, a mostani hardvereken annyira speciális tímek által, akár évekig készített szuperprodukciók vannak, mint a film, ezek a mindenféle játékok. Mivel ezt ő nem tudja megcsinálni, ezért esetleg már nem is érdekli. Ebben annyiban vitatkoznék, hogy szerintem attól még, hogy vannak Ferrari, Porsche-ék az utakon, attól még egy gyerek, hogy az apjával nekiáll otthon hétvégén hegezte a go-kartot, az ugyanakkor a sikerélmény lesz. Tehát önmagában szerintem ez. Igen, tehát van, aki igen. Tehát nyilván most is vannak olyan gyerekek, akik azokat az irgalmatlan akadályokat, amiket a társadalom gördít elé az informatika elérése ellen, megugorja. Tehát azok a dolgok, amiket én mondtam, azok majdnem mind arra vannak kiegyezve, hogy a lehető legtöbb gyereknek meg tudja adni ezt az élményt. Tehát igen, van olyan gyerek, akit nem igazd el az, hogy az a go-kart, az sose lesz Ferrari. De van olyan gyerek, és szerintem olyan gyerekből van több, akinek a go-kart cikik. Én is nagyon régóta keresem azt a hardware, hogy tökre szükséges egy PC, mert csak a probléma van belé, akkor nem, tehát a PC szerintem az nagyon rossz. Mert hogy itt a percekig tölt, lehet, hogy a mai PC-k már esetében nem, de percekig töltik az operációt, egy csomó library, egy csomó overkill van az egész dolog, tök fölösleges, és megmondta, hogy mondta, hogy bedugta, puf, bevinnak a képen, és lehet a parancsokat kiadni, és nem kell ugyanúgy több oldal mindenféle H-fájlokat letölteni. Szóval ez igaz, minél egyszerűbb, hardware rögtön menjen rajta a dolog. Viszont van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, ami így foglalkoztat, hogy nekünk, a 80-as évek elején, amikor először találkozunk ezekkel a platformokkal, HT-val, Spectrummal. Például a HT az nekem ciki volt. Nekem az volt az első, amit láttam meg az ES 80, és ugyanúgy elkapott a feeling, és a mai napig is egy tart. Viszont attól tartok, hogy a mai gyerekeknél nem biztos, hogy ezt meg lehet ugrani, mert hogy nekünk akkor ez egy óriási különbség az a varázslás, nem biztos, hogy csak a parancsokban volt, hanem maga ez a dolog, ami addig nem létezett, hogy számítógép. Addig volt foci, bicikli, mit tudom én mi, rangálás a parkban, és hirtelen lett ez a számítógép. Most ez csak egy lenne a sokféle számítógép közül, akár ennél is azonnali múl, akár ennél is egyszerű programozni, tehát nem biztos, hogy ezt az ez egyfelől igaz, de viszont van a dolognak egy másik fele,
hogy ma számítógéppel sokkal több mindent el lehet érni, abban az értelemben, hogy például most van a Lego Mindstorms. Tehát nekem például ez egy nagy törés volt a gyermekkoromban, hogy idáig legóztam, innentől kezdve számítógépeztem. És most például ez a törés nincs meg, tehát most már van olyan Lego, amit lehet számítógéppel irányítani. És lehet robotot építeni, amelyik ottan tényleg mozog rajzol, arra teszi a poharat. Tehát az, hogy nem új dolog az Android, az igaz, de viszont az összes új dolog, ami van, azt mind Androidra lehet csinálni. Tehát bármi új dolog jön, az ott a varázspálca a kezében van. Abba a tudnék ide csatlakozni, hogy az, hogy engem is megfogott az informatika, és aztán viszonylag fiatal, tehát 4-5 éves voltam, amikor az első Enterrel számítógépünk meg lett véve, és jaj, de jó. De mások, akik még idősebbek, és úgy találkoztak először a számítógépet, akkor testvérnek 12-13, még 15 évesek voltak. Tehát az, hogy addig nem volt semmi, és akkor egyszer csak lett a számítógép, szerintem ott benne volt az a csodafaktor, hogy egyszer csak lett egy csoda. De az unokaöcsém, aki, tehát nincs az, hogy 10 éves korai le van zárva a számítástechnikától, és akkor egyszer csak le van elég téve, mint ahogy akkor elünk, hogy tessék a csoda, hanem ő belenő, és etetőszék nem ott a tablet előtt, és mit tudom én, és a 3 éves gyerek, 2 éves gyerek, hogy tudjuk a szobában, meg a tévében valami, és oda megy a tévéhez, és így elkezdi nyomni, és nem érti, hogy is az meg miért nem itt el. Ennyire benne vannak. És jó, hát, de az a vonat szerintem elment. Meg az tehát, újra lesz. Meg az igazság, hogy volt egy internetes forradalom, az internet is nagyban közrejátszott abba, hogy ma olyan társadalom, amilyen, mert régen nem volt akkora széles sáv, modemesnet volt, és ez nagyban befolyásolja az, hogy ma mi az informatikának a trendje. Azért ezt te is belátod, és aki fölnő generáció, én azt mondom, hogy lehet a jövőben inkább a virtuális tér felé, tehát a virtuális sisakok az interaktívabb dolog felé fognak a fejlesztők is irányulni. Jó, de a virtuális sisakban is az Android a belépő. Igen, igen. Tehát ebben egyetértünk. A panoráma videózásnak a vírussal, én azt szoktam, hogy a panoráma videózásnak. Tehát én azt mondom, hogy a számítógép az meg fog reformálódni a jövőben. Nagyon. Egy 10-15 éven belül biztos. Jó, de hát itt is az van, hogy ugye ahhoz mi már túl későn születtünk, hogy felfedezzük a Földet, ahhoz túl korán születtük, hogy felfedezzük a galaxist, ahhoz pont jó időben születtünk, hogy felfedezzük az informatikát. A következő generáció azon máshoz fog pont időben születni, de szerintem az informatika az kell hozzá. Tehát egyszerűen bármi lesz az új dolog, az biztos, hogy a számítógépen keresztül, meg az algoritmikus gondolkodáson keresztül vezet oda az út. Például sajnos nincs itt, feliratkozott a Facebook eseményre Szüle Zsolt kapitány, sajnos nem tudott eljönni, mert munkája volt. Tehát ő például az X81-en kezdett el az informatikával ismerkedni, de belőle nem programozó lett, hanem Boeing 747-es kapitány. És neki az X81 Flight Simulator volt a belépője a repülésnek a csodálatos világában. Nagyon kár, hogy nincs itt, mert ebben az előadásban egy kicsit előre beszélgetnem vele, miket fog majd ünnepelni, és sajnos nincs itt, úgyhogy most nem történik meg, de szóval pont ezt akarom mondani, hogy az informatika az nem csak programozásról szól. Tehát a Spectrum meg az X81 az nem csak programozókat indított el a programozói pályán. Vannak zenészek, akik ezeken a dolgokon kezdtek el zenélni. Vannak grafikusok, akik ezeken a dolgokon kezdtek el grafikát csinálni. Vannak animátorok, akik animációt, és vannak pilóták, akik. Tehát ma igazándiból egy nagy modern repülőgépnek a pilótája az igazándiból rendszergazda. Tehát ő is sokkal többet interaktál számítógépekkel, mint kormányfelületekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, tehát pont az internet, meg pont a számítógépet már nem fogják felfedezni, mert ezt már felfedeztük mi, de bármit is fedezzenek föl, ahhoz biztos, hogy a belépő az valahol az informatikán keresztül fog vezetni. Tehát például van egy csomó olyan dolog, aminek most vagyunk a
te most érte el a kézzel fogható távolságba, tehát például a személyes légiközlekedés. Tehát a drónok ugye most Dubajban kezdték el próbálgatni az emberszállító drónt. Tehát az emberszállító drón az egy olyan repülőeszköz, amely pilóta nélkül repül, de van benne ember. Tehát tudsz, hétköznapi ember tud vele repülni, mert összekötyögi magának ott a touchscreen-en, hogy innen ide akarok repülni, és akkor az innen oda visz engem, és van benne persze egy nagy piros kar, amit ha meglátok, akkor leáll az összes motor, és kinyílik egy bazimegyeltőernyő. De ahhoz, hogy ezek a dolgok működjenek, ahhoz számítógép programnak kell elvégezni azokat a dolgokat, amiket egyébként egy pilóta évekig gyakorol és tanul. És ugyanúgy, ahogy mi itt a Manicminerhez begyakoroltuk azt, hogy itt hogy kell időzíteni a dolgokat, hogy pont átugorjak a bokron, ott is az van, hogy ott hogy kell időzíteni a dolgokat, hogy pont szépen forduljon a repülő, de erre igazándiból nincs szükség, hogy ez az embernek a fejében legyen, ezt a számítógép is meg tudja csinálni. Lehet, hogy az utazás lesz szerint. Ki tudja. Tényleg a virtuális térben is óriási lehetőségek vannak, tehát tényleg a vannak ezek az ilyen felvehető VR-sisakok, nem tudom, valaki játszott már ilyen? Tehát ez egy fantasztikus minőségű, telefonosan én is. Ez egy fantasztikus minőségű ugrás. Tehát az élménynek az immerzivitása az engem mellbevágott. Tehát az, hogy egy videó, ami minden irányba van, az egészen más, mint egy sima videó, mert egy sima videót az ember egyszer megnéz, és utána még egyszer már nem nézem meg, mert unalmas. De egy ilyen videó, amelyik körbe van, azt nem lehet kétszer ugyanúgy megnézni, mert hát nem tudok egyszer ide meg ide nézni, hanem egyszer megnézem, és erre a részére figyelek, másodszor megnézem, akkor arra nézek, ott történnek érdekes dolgok. Tehát ez egy egészen új médium. De informatika nélkül ez sincs. Igen? Kérdezhetek? Hogy miben látod a kiutat ebből? Én most felkelet azt látom, hogy az informatika abba az irányba indul el, vagy abba az irányba mozdul el, hogy az embernek, tehát rengeteg eszköz, bocsánat, rendelkezésemre, rengeteg vizuális, audiovizuális élménnyel ecsektet, és ez kihozza a kreativitást az emberből. Megszünteti a kreativitását az emberből. Hát miben látod a kiutat ebből? Hogy próbáljanak egy kicsit átfogalmazni. Kicsit leültetsz egy gyereket egy számítógépen, el van a virtuális térben, közösségi oldalakon, videókat néz, stb. De valójában igazából nem csak semmit, csak telik az ideje. Na, először is én ezzel nem értek egyet. De hagyd próbáljam meg átfogalmazni egy kicsit. Tehát például mi mind a kettőnkből rengeteg időt eltöltöttük az elittel, és egy gyerekként ezekből a konvex poligonok, vagy poliéderekbe, amiknek csak a élei voltak megrajzolva, mi beleképzeltük az űrhajókat. Meg azokba a körökbe beleképzeltük a bolygókat, és akkor az egyik az ipari, a másik mezőgazdaság, és ott a fantáziát megrajzolta hozzá. Nagy szántóföldeket, meg a nagy robotgyárakat, nem tudom én miket. Tehát az a primitív dolog, ami nagyon-nagyon kevés tényleges elemet adott, azt a fantázián kiegészített egy csomó mindennel, és igazándiból az, hogy az elittel játszottunk, az szerintem sokkal inkább mozgatta a fantáziánkat, mint a kezdőbeszélőt. És a mostani játékoknak egy része, de fontos, hogy egy része, az tényleg olyan, és például az új elit is olyan, hogy nem hagy teret a fantáziának, hogy minden szar ki van benne töltve, nincsenek benne fehér foltok, és nincs egyszerűen helye a fantáziánknak, hogy elképzeljük, hogy mi van ott, mert oda megyünk, és vagy az van ott, vagy nem az van. És ha nem az van ott, akkor nem volt igazunk. De az, hogy a képzeletet töltse ki a teret, ahhoz nem. De az az érdekes, és ehhez viszont biztos, erről vannak megfigyeléseim, hogy vannak jó játékok. Tehát igenis vannak most is jó játékok, amikben pont, hogy így nyitva vannak hagyva dolgok, bizonyos stílusban vannak rajzolva, nem is próbálnak fotorealisztikusak lenni szándékosan, és mégis élvezetesek. Például ezek közül a legjobb, amit egyébként én nem ajánlok, az a Minecraft. Mondjuk, hogy ez a Minecraft. A Minecraft az pontosan azt csinálja, hogy nagyon primitív grafikája van,
egy nagyon komplex világot ad a gyerek kezébe, és a fantáziáját 100%-ra bekapcsolja. Miért nem ajánlom a Minecraft-et? Mert az körülbelül olyan, mint heroin adni a gyereknek. Tehát a Minecraft az kemény drog. Tehát arra, hogyha rácukkod a gyerek, akkor kész. Onnan nincs visszaút, és sajnos... 5-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 5
hogy elindultunk ebbe az irányba. Én előbb én régebben, én nem szerintem elnézést kérek, én nem spektrumos voltam, de attól függően is ismertem, mert haveroknak volt, én egy napad is voltam. De előttem a gépet, és mutattam, hogy nézd csak, úgy gyorsan összeütöttem egy rajzolunk egy kört, vagy akár úgy ilyen varázslatnak hasonló, nézett rá, hogy jó, van a kajkol, vagy szépen. Én hol a pénz? Hol a pénz, ebből most mit csinálok, rajzoltál egy kört, és akkor mi már egyrészt nem láttam meg a következő lépcsőt. Attól függetlenül, hogy a gyerek az iskolában, és ebben a szakcsak összefondból szerencsétlen az iskolában, hogy nyertek valami pályára, valami 3D-s nyugatot, és jár valami szakkörbe, és ebben az irányba, ebben az alkalmazás részében kezdtem el lefogni a képést. Ha elkérik tőlem a laptopon, akkor legtöbbször belép egy ilyen online valami, ahol rajzoltak különböző dolgokat. Tehát ebben az irányba elkezdtünk már elmozdulni, és tanárnő ajánlott most egy ilyet, most volt ez a mutatók éjszakája, voltunk a BNL, és ott találkoztunk ezzel a MyRubit nevezető valamivel, nem tudom. Micsoda? MyRubit. MyRubit, egy ilyen kis akkor, akkor a bankkártya közül, az egész felvezetve ki, két évvel az egyik a MyRubit, kifejezetten az a célja, hogy az iskolákban nevelést tartjon. Ezen van egy 5x5-ös ledes kijelző, és gyakorlatilag a PC-n keresztül Python szerű valamivel tudod fölprogramozni. Tehát egy órát felmutatóval jutottunk odáig, hogy van rajta még a két gomb, jobb oldal, bal oldal, van egy döntésérzékelő iránytű, három kimenet menet van rajta, felképez meg az, hogy milyen szépességek vannak. És tudod, hogy ez a kis képernyő, ez az 5x5-ös mártincokra csináltunk egy emberkét, ami a jobb gombot nyomod, akkor integet a jobb kezével, egy ilyen egy párat, hogy integetünk a bal kezével, a másik gombot nyomodod meg. És azt mondta, hogy nekem egy ilyen kell. Jó, de pont ez az, amit te elmondtál, hogy egy ilyen kell neki, akkor a következő lépés az, hogy összedobsz egy Android alkalmazást, ott a zsebedből a telefon, és ugyanezt meg tudja csinálni. Hogy lehet ezt az anyagi valamit, ezt lehet, tehát hogy mondjam, szerintem az egyik legnagyobb élmény, ami a programozás az innen és túloldalán van, ez a Turing teljességnek a felfogása. Tehát amikor megérti az ember azt, hogy van egy olyan szabályrendszer, van egy olyan, hogy mondjam, egy olyan varázsszó készlet, amivel szó szerint mindent meg lehet csinálni. És amikor észrevesszük azt, tehát az, hogy a repülőgépet meg lehet csinálni ezekkel a szavakkal. Meg hogyha látsz egy ilyen jópofa kütyűt, ami programozható valamennyire, és akkor a programmal lehet a programozhatóságot csinálni. Tehát ezek azok az élmények szerintem, amik... Ebben teljesen igazat adok neked, ebben biztos. Csak az, hogy a simogatom a telefontól, fölléptek egy arra szint, hogy én rögtön nekiugrok és csinálok valamit, ami használható, akár az Androidon is. Közben én ügyetszem, legalábbis az én gyerekeket nem tapasztalom, mert a továbbképpen tapasztalom, az egy nagy lépés. Így van, tehát én azt szeretném, tehát szerintem amire szükség van, hogy e közé a két nagy lépés közé nekünk kell most berakni azt a pár dolgot, amik itt megadja a sikerélményt, itt megadja a sikerélményt, itt megadja a sikerélményt, itt megadja a sikerélményt, hogy egymás után föl tudjon erről a szintről ugrálni erre. Mert most szerintem, mit tudom én, egy gyerek a 10 000-ből ugorja meg ezt a nagy lépést. Vannak olyanok, akik most is megugorják, de csomóan elhullanak. És szerintem pont ezek a dolgok, például egy magán az Androidon helyben futó fejlesztő rendszer, amihez van egy pár demójáték, amit szét lehet szedni és meg lehet nézni, tehát én például rengeteget tanultam, tehát az egyik kedvenc programom a Spectrumon nekem a Disassembler volt. Fogtam a játékot és elkezdtem benne kotorázni, hogy hú basszus, ezt hogy csinálták? Hogy hogyan túróba csinálja az elita azt, hogy így puff, kirak egy kört. Amikor még a gépikonban megült Spectrumon is ezt csinálja. És akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy kell körfrajzolni. De ez csak egy példa.